You can call me Pussy. Pussy is power. Már kora reggel 7 ágra sütött a nap a terepfutó verseny szombatján. Szeptember 10-ét írtunk, de az időjárás még a nyarat idézte. Így ideális körülmények között indulhatott az első Sümeg Trail futóverseny. A kisfaludi téren gyülekeztek a sport iránti rajongók, valamint kísérőik, családtagjai. A csabrendeki mazsörettesek is melegítettek, ők az indulás előtti felvezetéshez. Az indulók közül a többség előzetesen regisztrált, de még a rajt előtt is lehetett jelentkezni. A rendezők nagy odafigyeléssel segítettek, hiszen ez az első alkalom volt, még nem volt hasonló feladatban részük. Minden érdeklődőt csodálkozó pillantásokkal kísérte a sokadalmat. Hosszú sor kígyózott a rajtszámokért. A három kategóriát ezeken is feltüntették, különböző színekkel jelölve a csemege, csípős és erős távokat. Volt, aki egyedül melegített be, mások pedig a nagy közös zumbára vártak. Head up in the clouds. Nothing in this life is ever bringing me down. She said, don't you ever, ever run from my love. But you still run, 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 run. Run, 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 run. Run, 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 run. Nagyon jó társasági esemény, jó buli, és jól érezzük magunkat. Igen, Sümegi vagyok. Hát ez a legrövidebb táv, gyerekekkel futunk, úgyhogy reméljük, jól fogjuk érezni magunkat. Hogyan indulsz a futóversenyen? Hát kihívásnak gondoltam. Igazából nagyon izgulok, még nem futottam sose. Melyik távot választottad? 7,5. Ajkai vagyok, nagyon ritkán járunk Sümegen, de inkább minden eseményen megpróbálok részt venni egy városnak, esetleg a futásai, vagy egy új dolgot, amit rendeznek, mert nagyon érdekes lesz számunkra. Melyik távot választottad? Én a középtávot, csípős távot választottam, 7,5 km. Miért választotta ezt a mai napot arra, hogy részt vegyen a futóversenyen? Hát egy új kihívás, úgy gondoltuk, hogy egy új fajta verseny, tehát ez az egész az most indul, meg hát ugye Sümeg, ez egy gyönyörű hely. Sümegi? Igen, nem, Győri. Győri vagyok itt, a ismerősömmel együtt jöttünk. Szeretek futni. És melyik távot választottál? A legrövidebb. Még a rajt előtt helyszíni riport készült a település vezetőjével, valamint Kovács Lászlóval, a rendező szervezet elnökével. Mikor tudott erről a rendezvényről, mikor szerzett tudomást, mivel segítette Sümeg városa ezt a rendezvényt, és egyáltalán mi a vélemény erről a rendezvényről? Akkor kezdem azzal, hogy nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a szervezőket is, és természetesen kiemelt figyelemmel a versenyzőket, akik ezen az első alkalomon megtisztelték városunkat. Hogy mikor tudtam meg? Hát, ha jól emlékszem, olyan bő másfél-két hónappal ezelőtt beszélt nekem erről először a polgármester úr, és természetesen nagyon nagy örömmel fogadtam, hiszen én személy szerint is, meg az egész mostani városvezetésre az jellemző, hogy nagyon örülünk minden rendezvénynek,
és igyekszünk is mi is sok rendezvényt tartani a városban. Úgy gondolom, hogy a sümegiek és a környékbeliek érzik is, hogy egy határozott pezsgés indult meg az utóbbi két évben ebben a városban. Ez ugye a mai nap a sportról szól, és én nagyon örülök neki, hogy ez a verseny létrejött. De nagyon rövid leszek, mert én is bemelegítettem, és nem szeretnék kimenni a tempóból, én is futni fogok, mint megígértem a televíziónak. A legfiatalabb versenyzőnk, ha jól tudom, 3 éves, és Simegi, és a 65 éves a legidősebb versenyzőnk, őket is tapsoljuk meg. Én nagyon szépen megköszönöm minden támogatónak, minden szervezőnek. Egy kis hiba csúszott be, nem én találtam ki a versenyt, én csak támogattam a vállalkozókkal együtt. A verseny kitalálója a sümegi futók voltak, és nagyon szépen megköszönöm nekik. Aztán hamarosan el is dördült a startpisztoly. 3, 2, 1, start! Elindultak a futók. A legkisebb táv a csemege volt, ennek hossza 1,4 km. Az útvonal körbe kerülte a várat. Azoknak ajánlották, akik ki akarták próbálni, milyen egy futóverseny. Igazából még csak csemegézni akartak. A csípős táv 7,5 km már elvitte a bevállalósokat a vártól. A fenyvesből látszódott a vár és a Zalai dombság panorámája. Itt két keményebb emelkedő volt. Az egyik a várba vezetett a szerpentinen. Az erős táv, a félmaraton pedig a legkeményebb futókra vár. A pihenőhelyeken frissítőt kínáltak és néhány falatot a kalóriák pótlására. Ő rendezőként, segítőként támogatja ezt a versenyt. Miért vállalta ezt a feladatot? Hát úgy gondoltam, egy ilyen rendezvényt feltétlen támogatni kell mindenkinek. Én magam is futó vagyok, csak sajnos sérülés miatt nem tudok részt venni, és ezért úgy gondoltam, hogy legalább segítsek a szervezésben. És mi a véleménye a verseny eddigi alakulásáról? Szerintem nagyon jó. Én úgy gondolom, hogy a létszám meg a szervezés mindent elárul. Én szerintem, hogy nagyon jó sikerült verseny lesz. Csodálatos időnk van. Meglátjuk a végén, mit nyilatkoznak a versenyzők. Ugyanennél a pihenőnél találkoztunk a főszervezővel, amint a már megtett csemege táv lefutása után végigjárta a terep állomásait. Úgy gondolom, hogy ez a verseny a vártnál jobban alakult. Körülbelül ilyen létszámra számoltunk, viszont nagyon sok a kísérő. Megtelt a város autókkal, megteltek a vendéglátóhelyek. Én úgy gondolom, hogy élénkül a város, és amit a mostani városvezetés elhatározott, az azt hiszem, hogy elkezdődött ebbe a városba. Dolgozunk érte nagyon sokat, nagyon köszönjük a sümegieknek is a segítséget, a vállalkozóknak, a magánszemélyeknek, az egyesületnek, a Sümeg Televíziónak és az összes támogatónak. Milyen volt a csemege táv? Hogy érezte magát futás közben? Hát ígéretemhez képest, vagy híven indultam a csemegén. Igaz, hogy nem edzettem, viszont már reggel futottam, vagy 20 km biztosan itt a Kisfaludi téren. Kellemes volt a csemege táv, dobogós nem leszek, de úgy tudom, hogy az első 10 között értem be. És mi a dolga most a szervezőknek? Ugye most már az első távosok befutottak, de a másik két távon még tart a verseny. Igen, pont ott voltam a
középtávnak a csipősnek a befutóján, 34 perc, valahány másodperc, nem emlékszem pontosan, nem akarok rosszat mondani, akkor érkezett be az első futó, folyamatosan érkeznek be, nagyon jó időket futnak, mondta a fiatalember, hogy ő is egy maratoni futó, és nagyon kellemes távot jelöltünk ki számukra. Most itt állunk a vár tövénél, és mind a két táv, tehát a csipős is, meg a hosszú táv is fölvezet a várba. Szánt szándékkal beletették ezt az óriási emelkedőt? Igen, igazából mondtam, hogy a szakmai részében én nem vettem részt, csak a technikai lebonyolításába, de a futók, akik a sümegi futók, akik ezt az egész rendezvényt technikailag szervezték, vagyis sport szakmailag szervezték, inkább így mondom, azok direkt tették bele, maga a látványosság miatt is, és azt gondolták, hogy ez az emelkedés ez nem lesz olyan fárasztó, bár úgy látom a versenyzőket, hogy elég jól megviseli őket, éppen most hoztam nekik frissítő vizet, mert el is fogyott. Van-e adatunk, hogy mennyi frissítő banán paradicsom fogy? 300 befutó csomagot készítettünk, hát a banán mennyiségére nem tudnék megesküdni, azt hiszem, hogy olyan 250-300 darab banánunk van, kaptunk egy mázsa almát, kaptunk 350 sportszeletet, balatonszeletet, most rendeltem a fagyiskocsit, a kisgyerekek ingyér kapnak 150 gombóc fagyig, ezt is a vállalkozók fedezik, most rendeltem fel a lufi hajtogatósat, az is egy ingyenes rendezvény, egy óra hosszat ingyenesen hajtogatja a lufit a gyerekeknek. Hát akkor mondhatjuk, hogy mindenki beletette azt, amit tudott itt a városban. Én azt gondolom, hogy ilyen, és még egyszer mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm. Az órával versenyeztek, a legtöbben azonban a sport öröméért. Nézzük, hogy esett a futóknak az első sümegi trail. Hogy sikerült a versenyed? Hogy érzed most a befutó után? Jól sikerült, voltak pontok, ahol úgy éreztem, hogy nem fog sikerülni, de aztán sikerült végül is. Melyik távot választottad, és mi volt a legnehezebb pont? Hát én 7,5 kilométeres választottam, és amikor föl kellett futni a várba, az mélypontként érített. Honnan érkeztél, és miért választottad ezt a sümegi futóversenyt? Celldömökről érkeztem, és mivel apa ugye benevezett, ezért eljöttünk. Úgy körülbelül egy évvel kezdtük el a futást, és több futóversenyen is vettünk már részt, és most szerettük volna kipróbálni, mert még csak sima futóverseny, még nem voltunk ilyen terepfutóverseny, ez az első terepfutóverseny. És mi a véleményed? Jó, nagyon tetszett. Nagyon. És együtt futottak a fiával, vagy nem várták? Nem. Mindig az a lényeg, hogy ha elindulunk, hogy a rajtna meg a célnál találkozunk, de mindenki a saját ütemébe fog futni. Igen. De valamikor most én, de máskor a Zsombor szokott jobb lenni. Nos, hogy sikerült a verseny, milyen volt a táv, mennyire sikerült beleadni mindent? Hát nagyon nehéz volt a táv, ezek az emelkedők, ezek nagyon-nagyon nehezek voltak. Az a kavicsos az első, hát az nagyon, és meg itt föl a végén a várba, nem gondoltam, hogy még végig kell majd futni az egész váron, de jó volt, jó kis kihívás volt, jó volt, tetszett. Köszönjük. Szerintem jövőre is el fogunk jönni, úgyhogy köszönjük a lehetőséget! Kemény volt a lejtő, meg a várnak az utolsó 50 métere, az a turista nénitől majdnem elkértük a csétabotot, de nagyon jó volt. Tudsz eredményt, hogy hányadik lettél a kategóriában? Azt nem tudok, de mondták, hogy 1 óra 3 perc, tehát az nem olyan jó, de ha kiszámolom a Pitagórasz tételt, talán több volt, mint 7,5 kilométer. Gógánfáról. Én a 7,5 kilométeren lettem abszolút első győztes. Gratulálunk, és milyen volt a futás? Köszönöm, hát nagyon kemény volt a pálya, úgyhogy
le a kalappal mindenkinek, aki célba ért, és mindenkinek gratulálok. Hogy lehet felkészülni egy ilyen terepfutásra? Hát nehéz, sok dombos edzéssel és hosszú távú futásokkal és egy kis résztávval. Csípős távon indultam és második helyen végeztem. Ó, és hogy készültél fel erre a versenyre? Nagyon sokat futok tereppel, meg rendszeresen járok terepfutó versenyekre. És milyen volt ez a futás, milyen volt ez a táv? Gyönyörű, szép volt az útvonal, nagyon jó ötlet volt, és felvitték a várba. Hát a legjobb része volt az az egykör a párfal mellett. És ugyan lehet most így a futás után regenerálódni? Most megyek Füredre egy másik versenyre, úgyhogy ez volt a bemelegítés. Hogy érezted magad futás közben, mennyire volt nehéz a táv? Hát én nem vagyok egy gyakorlott futó, csak így hobbiból most beneveztünk erre a versenyre a barátnőmmel, de nagyon jól éreztem magam, egy kicsit azért húzós volt itt ez a terep, a vár a végén az nagyon kemény volt, de aztán beértünk. És mi a véleményed azzal kapcsolatban, hogy milyen sokan neveztek erre a versenyre, köztük szerencsére nagyon sok fiatal? Nagyon örültem én is, hogy az első versenyen ilyen sokan vannak, valószínűleg a jó médiának köszönhető ez a mai manapság, és hát nagyon sokan futnak már, én is nemrég kezdtem, körülbelül egy éve futunk, úgyhogy nagyon sokan elkezdtek futni, és ez egy jó irány. A befutóban feltűnt a verseny legidősebb futója is. Ma 7,5 kilométeren indultam, ügyesek voltak a rendezők, gratulálok. Nekem tetszett a pálya. Melyik volt a legnehezebb része? Hát a vége a vár nehéz volt, főképp nekem lefelé, mert tériszonyos vagyok. Rendszeresen indul versenyeken? Igen, igyekszem. Hetente edzek, és havonta kétszer-háromszor, ha a kenyerek anyagi keretek engedik, meg az időm engedi, akkor indulok versenyeken. Aztán pihenésképpen fagyizás következett, és sokféle lehetőség volt a népkertben. Kisebbeknek játékok, és itt volt a lufi hajtogató bohóc is. Feltűntek kisfaludis gimnazisták, akik szintén kivették a részüket a feladatokból. Mi a feladatotok itt a futóversenyen? Vizeket osztogatni a elfáradt futóknak, leönteni őket, egy kis frissítés, igazából utána meg szemeteket összeszedni. És igazából ez a kötelező közösségi szolgálatot végzitek, ugye? Igen. Hát 4 órát leigazoltak ezzel most nekünk. És a futáshoz nem volt kedvetek? Hát igazából nem gondolkoztunk rajta, inkább ehhez húzott minket a szívünk, úgyhogy így nem futottunk. És mi a véleményed ezzel a versennyel kapcsolatban, így kívülről hogyan látod? Szerintem nagyon jó ötlet volt, hogy itt Sümegen is megrendezték, és a futókat is úgy láttam, hogy nagyon, nagyon élvezték. Jó fáradtak voltak, de szerintem jó ötlet volt. Egészségügyi méréseket is szerveztek a helyszínen. Miért fontos különösen futáskor, futás alkalmával ellenőrizni ezeket az adatokat? Hát mert így tudunk viszonyítani, hogy körülbelül hogy változik terhelésre a szervezetnek a működése. Jellemző, hogy jönnek a futók így a futás után, vagy futás előtt? Igen, jönnek, de közben az érdeklődők is itt vannak, és ők is kíváncsiak rá, hogy milyen a cukorérték, meg a koleszterinérték. Na most ha azt nézzük, hogy mondjuk 10 mérésből mennyi az, ami nem jó értéket mutat? Hát eddig a koleszterinben mindenkinek jót mértem, a cukorértékeknél sincs kiemelkedően magas, tehát összességében egészséges sümegcsapata. A kavalkádban gyógynövények kínálása, kóstolása, felismerése is lehetővé vált. Évek óta téma már a gyógynövénygyűjtés, mindenkiket inspirálunk. Úgy látom, hogy többi házi asszony már meghallgatta a tanácsunkat, és tart otthon alapvetően olyan fűszernövényeket, ami szükséges, kakukkfüvet, mentát, citromfüvet, ilyet már mindenki termel magának. És mennyire megy a felismerő verseny, mert hogy minden órában igen, van igen, egy igen. ilyen? Hát inkább kérdeznek még mindig, mert azért elég nehéz felismerhető növényeket hoztunk, mert a sétkender, meg az aranyvesző, meg az orbáncfű felismerése azért nem olyan egyszerű. Tehát ez egy külön szakma ugye a gyógynövény ismeret, mert össze lehet keverni növényeket. Tehát Amerika már 10 éve gyűjti a kolléganőm, én 3 éve. Arra jöttem rá, hogy a tea készítés az elég macerás az embereknek, és ezért én most inkább szirupokat készítek, meg kivonatokat a gyógynövényekből, mutatnék is egyet-kettőt, mert ehhez talán jobb kedve van az embereknek, hogy elkezdjék fogyasztani, és ugye keveset iszunk általában, és hogyha hozzáöntjük az ásványvizes palackunkhoz egy kupaknyit, ezekből elviszük a munkahelyünkre, akkor ott még fogyókúrázhatunk is ezekkel az italokkal.
sokféle szörpünk van, ez a kettő a legnépszerűbb, amit mindenki megkóstol, a levendula, és a hármas, ami menta, citromfő és rozmaring. Én most már 20 éve foglalkozom a gyógynövényekkel, és készítek nem csak teákat, teakeverékeket, hanem nagyon sok mindenféle olajos kivonatot, alkoholos kivonatokat. Nagyon kiváló kenőcseim vannak, gyógyhatású kenőcsök, ami rendszeresen járnak hozzám most már ismerősök, mert lényegesen hatékonyabb, mint ezek a gyógyszertári kenőcsök, és valóban csak teljesen természetes anyagok vannak benne, semmi de egy semmiféle mesterséges dolog nincsen, hogyha ezekből a finom olajokból, alkoholokból és a méviaszból készítem. És nagyon hatékonyak, és hát valóban beváltak. És ez mire használatos, amit éppen mondtam? Például ez a balzsam, ez az a nagyon univerzális balzsamom, de a leginkább az ízületi gyulladásokra, térdízületekre, vált, csípő ízületekre, nagyon bevált, nagyon kiválóak ezek a kenőcsök. Azon kívül hát minden egyéb dolgot készítek, még ibolya szirupot is, ez az ibolya virágnak a virágból készített szirup. Az ibolya virág az egy nagyon jó nyálkoldó, azon kívül kellemes nyugtató hatású a teakeverékeknek is egy alkotó része, és útifűszirupot a fenyőrügyből, az útifűből köhögés ellen, kerekrepkény, Veronika főnek a keverékéből, és nagyon bevált, nagyon hatékony. És ebben mi van ebben az üvegben? Ez a földi szederből és bodzabogyóból készült lekvár, nagyobb része bodzabogyóból készült. Rendkívül sok flavin van benne, egy nagyon flavonoidokkal tele, nagyon sok ásványi anyaggal, igazán érdemes. Ezt és cukor is van benne, vagy cukor helyett valami? Cukorral valamennyire kell beletenni, mert ugye valamit el kell álljon. Én nem teszek semmibe tartósítószert, cukrot sajnos használok. Amiben lehet mézzel, például az útifű szirupomat mézzel készítem. Mindjárt már vagyok. A rajtszámot légy szíves, majd mondd be, vagy tudjuk vele ezt ráni. Ez a szép volt. Írjátok. A befutó csomag érem, ne menjetek el, befutó csomag érem. Azért jöttetek, nem? Gratulálom, ügyesek vagytok. A beérkezéskor, pihenéskor a jó hangulatról a helyi zenekar gondoskodott. Közben megjöttek a csemege távos apróságok is. Köszi szépen! Akkor jövőre várunk ismét, jó? Egy nagyon jó futásra. És a végén egy jó kis kajával menjék be, hogy játszál nagyokat. Oké? Nagyon tuti lesz. Köszönjük szépen, hogy itt voltál! Lehagytam az anyukámat, az elején már egy picit megfájdult a lábam, de hát nagyon jó volt ez a futás. A csemegén indultam, ami másfél kilométer volt, szerintem nagyon jó volt, meg gyakrabban kéne ilyeneket csinálni, de rendszeresen kéne edzeni a futásokra, hogy tovább bírjuk, meg hogy szerinted nehéz lenne az osztálytársaidat rávenni arra, hogy a legközelebb lesz ilyen futóverseny, ők is itt legyenek? Hát nehéz lenne, mert nem nagyon szeretnek futni. Nekem is nagyon tetszett a futás, de elején kicsikét szúrt az oldalam, de utána meg összeszedtem magamat, és szinte hát úgymond mindenkit leelőztem, és végül 10. helyen végeztem. És szerinted sokat kell edzeni egy ilyen versenyre, hogy még jobban menjen? Hát igen. És mennyit szoktál futni úgy általában? Hát, nem sokat, azért egy 400 métert. Nem vagytok a célba, az út maga a célba, gratulálom nektek. Itt pedig a legerősebbek. Fantasztikus, szép a terep, nehéz, jó idő van, és hát meg kellett dolgozni. Jó kis pályát kaptunk, köszönjük. Melyek voltak a legnehezebb helyek? Hát főleg úgy 10 km után az emelkedő, az nagyon erő
próbáló volt, és a versenytársak erősek, úgyhogy kellett kapaszkodni az emelkedőkön. Tudja már az idejét is, mennyire elégedett vele? Nagyon meg vagyok elégedve. Nem gondoltam volna, hogy az első 3-5-ben végzem, úgyhogy abszolút nem is ezért jöttem egy jót futni. Lesz a saját versenyünk, és igazából ez egy ilyen edzés, meg tapasztalatgyűjtés, és hát ez csak egy ajándék, hogy még 3-ban sikerült. Honnan érkezett? Én Cserszeg-Tomajról jöttem, és hát ha szabad mondani, akkor várjuk majd a futókat október 1-jén hozzánk is egy versenyre. Budapesttől jöttünk, igen. Direkt mondta a versenykedvéért? Igen, a családi kis kiruccanás volt, a nővérem a egyel kisebb távon indult, a 2 gyerkőce a még egyel alatt a más felesem, a párommal, meg az ő férjével a nagyon nagy távon. Milyen volt a terep? Jó, kellemes, nagyon jó pálya. Itt még nem futottam így ilyen terepversenyen, de nagyon jó volt. Futás után édes a pihenés, és aztán a jól megérdemelt ebéd. Aztán pedig tombolázás az összefogásnak és a felajánlásoknak köszönhetően. Az eredményhirdetéshez kategóriánként szólították a versenyzőket. Televíziónk a leggyorsabb sümegi futóknak ajánlott fel kupát mindhárom kategóriában. Sümeg leggyorsabb futója voltál ebben a kategóriában. Milyen érzés ez, és milyen volt a verseny? Jó, nagyon jó, és ez az első versenyem, és nekem nagyon tetszett. Mennyire érezted nehéznek, vagy könnyűnek? Hát a végén már nagyon elfáradtam, de azért jó volt. Párom invitált meg erre a versenyre, ő kezdett el futni, én meg tartottam vele, és ennyi, ezért. Milyennek értékelted a versenyt, mennyire volt nehéz, vagy könnyű? Hát volt időnk felkészülni a versenyre, úgyhogy nem tartottam túl nehéznek, nagyon jó kis verseny volt, jól éreztem magam. A hétköznapokban is felfutsz a várba, mert azt mondják sokan, hogy az volt a legnehezebb. Igen, hát szintén páromat kell megemlítenem, ő aki a várban szeret sokat-sokat felfutni, én meg csak tartok vele mindig, és ezért gyakoroltuk ezt a várat, igen. Gondolom több futóversenyen is részt vett, mi a vélemény erről a mairól? Egész jó verseny volt. Hát ez már, nem tudom, a 30. körülbelül a versenyem. A hétköznapokban hogyan készül ezekre a versenyekre? Csak esténként futok, ennyi. És ez a táv, az ön távja, ez a 21 kilométer? Hát most már azért megyek a maraton felé is. A 30-35 kilométereket is futok mellettem. Mit üzenne azoknak, akik most kezdik el a futást? Kitartást. Más nem tudok mondani. Megvigyázzanak a lábaikra, mert lehet csak futni. Mit tud tanácsolni azoknak, akik még nem mernek ekkora távnak nekivágni? Hogy készüljenek fel? Hát először is azt gondolom, hogy az edzéseim próbálja meg, semmiképp ne versenyen próbálja meg azt a távot, amit még nem futott le edzésen, és ha ott megy, akkor mindenféleképpen menni fog a versenyen is. És önnek mi a taktikája, hiszen messze nyerte ezt a mostani futamot? Hát én próbálok magamból kiadni az első pillanattól az utolsóig a maximumot. Most egy kicsit, hogy ezért héten volt egy ultratávom, egy kicsit annyi taktikázást, hogyha ezt lehet annak nevezni, hogy próbáltam nem olyan erősen kezdeni, aztán ez az adrenalintól, illetve a versenydruktól nem mindig sikerül. Ennyi taktika, de a végét még nagyon szerettem volna megnyomni, de volt egy kis eltévedés, így összességében plusz 2 kilométerrel sikerült elsőnek beérnem. Hát így nyilván az idővel nem vagyok elégedett, de ettől függetlenül egy nagyon jó verseny volt. Mennyire nehéz ez a terep, ez a sülőterep? Nagyon jó terep volt, azt gondolom, hogy az emelkedők, illetve a dombok azok futhatók voltak. Nyilván aki ezt gyakorolja, illetve az edzésein ezt már modellezi, mert amúgy kemény volt, de futható emelkedők voltak, és nekem nagyon tetszett. Mi lesz a következő megmérettetés? Csehországban megyek, ez Sparta Race, ez egy nemzetközi akadályfutó verseny, ezt elég jó benne vagyok, és ott lesz egy 2 napos verseny, egy szombaton, illetve vasárnap egy rövidebb táv, 10. hó helysége, úgyhogy ez most egy ilyen edzésnek megfelelő verseny volt. És akkor tudósításunk az ötletadó szervező gondolataival zárul. Így értékelte az első sümegen megrendezett futóversenyt Iván Anita.
Egyrészt nagyon boldog vagyok, hogy sikerült, meg ugye voltak bakik, amiken még dolgoznunk kell, de megmondom őszintén, ennyi emberre nem számítottunk. Már úgy voltam az utolsó napokban, hogy nem örültem az online jelentkezésnek, hanem inkább, már megint valaki, és már felborítja az egész rendszer. És mikor, ugye látták, gondolom, a tévénézők is, hogy mennyi ember volt, tehát egy kis pánik volt, de most már lenyugodtunk, és örülünk, hogy így sikerült. Reméljük, hogy mindenki jó szájízzel ment haza. Mit is tehetnénk hozzá? Kedves egészségére minden sportolást kedvelőnek. És gratulációnk mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy Sümeg is egy ilyen első nagyszabású versennyel zárkózzon fel a sportos kisvárosok sorába. We got the fire, we make it burn. I got the men that chasing me, I make them run. Cause I be the one that walks on stage and makes them say. And I be the one that's traveling the world, it's no vacay. I'm so unique, don't you see? Ocean deep, flow so sweet. And it's edible, I'm so incredible, incredible. Ow! Papa run!